Ha érdekel, hogy milyenek is lehetnek a terepasztalos wargamek, mik lehetnek azok az érdekes, speciális mérőeszközök, amiket a játékosok használnak és mire valóak, ha kíváncsiak vagytok, hogy hol lehet kipróbálni őket, hogy néz ki egy bajnokság, vagy épp szeretnétek megismerkedni kicsit azzal, hogy milyen kártyákkal dolgozik a játék, akkor tartsatok velem ebben a videóban, ahol a Star Wars Armada világát mutatom be nektek. Sziasztok! Itt vagyunk a Star Wars Armada Magyarország bajnokságán. Ez a negyedik bajnokság idén. Nézzünk körül! Lássuk, mire is használatos a manővereszköz, a távolságmérő és a lézertávmérő. Szóval ezek a Star Wars Armada eszközök. Látjátok, hogy vannak hajók, vadászok, és ezekhez különböző mérő és manővereszközöket használunk, valamint indikátort és egyéb segédeszközöket, mint például ez a lézertávmérő, amivel megnézzük az esetleges egyenes éleket, valamint ugye ezek a körjelölők, 6 körből áll a játék, úgyhogy érdemes egy dobókockát használni, hogyha nincs más a kezetek ügyében. Alapvetően kezdjük a lőtávval, van ez a szép pálcánk, ezen különböző színeket és kockákat láttok, ezek jelölik azt, hogy mit tudunk használni, milyen távolságban, és annyit teszünk meg, hogy a hajóhoz hozzáér, és megnézzük, hogy ugye mit lát. Valamint ugye ezt tudjátok használni a vadászokhoz is, de erről majd picit később. Egy hajó mozgása úgy történik, hogy használjuk ezt a csodálatos manővereszközt, amit gyönyörű műanyagból csináltak a játék készítői, ez 1-2 év alatt el tud kopni, hogyha sokat használja az ember. Ezen különböző kattintásokat tudunk végrehajtani, és ezzel tudunk manőverezni a hajóval. Most én beállítok egy finom kis manővert, és azt tudom mondani a hajónak, hogy ugye beillesszük ide ebbe a kis vágatba, ezt meg is mutatom, ilyen egyszerű, de nagyszerű szerkezet. Beillesztitek, és mondjuk leépünk egy 3-as manővert, azaz a 1, 2 és a 3-as oldalához oda tesszük. Nagyon fontos, hogy a hajó ott fejezi be a mozgását, amelyik oldalt elkezdte a manőver eszközön. És akkor a vadászok. A vadászokon alapból ugye láttok két színű indikátort, ezzel jelölik azokat, hogy mikor melyik vadászt aktiváltuk már, és melyik maradt még aktiválatlan. Itt láttok egy indikátort, ez az indikátor általában azt jelzi, hogy a vadászok, amik ilyen színek, azok még nem voltak ebben a körben. Ebben az esetben még az Y-szárnyúak nem voltak, mivel kékek. Aktivációnál egyszerűen átrakjuk őket, piros lesz, és a következő körben ezt az indikátort csak átforgatjuk. A vadászok alapvetően ebben az egyes zölddel jelölt tartományban tudnak lőni, ugye ezen belül, ezt így meg is tudjuk mérni, itt most pont eléri az Y-szárnyú az AC-170-et, és akkor ugye tud megfelelőt lőni rá. Valamint ugye a mozgását ezen a pálcán végzi el, ő most 3-mal tud menni, azaz a 3-on belül kell végeznie, a 3-on nem lóghat túl. A bajnokság mellett ellátogattunk egy kezdőnapra is, és mind a bajnokságon, mind a kezdőnapon volt szerencsénk kipróbálni a játékot, ami rabul is ejtett minket. Az egyik alkalommal 2 köztársasági flottával játszottunk, a másik alkalommal pedig egy köztársasági és egy szeparatista flottával. Ez egy szuper kis gyors talpaló kezdőknek. A Star Wars Armada egy hajókkal játszható wargame, ami önmagában nem hoz sok újdonságot elsőre, viszont sokkal másabb a mechanikája, mint mondjuk más hagyományos wargameknek. Kicsit statikusabb és predesztináltabb a mozgás, amivel hosszabb távon komolyabban és összetettebb taktikákra lehet kihozni a játékot. Nagyon izgalmas, hogyha szeretitek a Star Wars univerzumot. Önmagában ugye hajókkal, vadászokkal, kisebb-nagyobb aszteroidákkal, törmelékmezőkkel és ugye purgilekkel, meg exogortokkal játszik a játék. Ezek a játszható tereptárgyak és hajók benne. 4 frakció játszható jelenleg a játékban,
a sima hagyományos birodalom és lázadó frakció, valamint a klónok és a szeparatista droid lázadó frakció. Ezzel a négyel tudnak beszállni az új játékosok, és tudják frissíteni a régebbiek a flottáikat. Itt a Hammer Time Caféban minden hónapban legalább egy csütörtökön rendezünk egy armada kezdőnapot, amire a Facebook csoporton meghirdetett eseményen tudtok jelentkezni a szervezőknél. Erre várunk mindenkit szeretettel, valamint minden szerdán van egy armadé nevezetű programunk, ezen a már tapasztaltabb és kevésbé tapasztalt játékosok is részt vesznek, általában saját flottával, de erre is tudtok jönni, hogyha a csoportba jelzitek, hogy szeretnétek jönni, és valaki reagálni fog. Csak itt legalább egy, inkább két nappal előre jelezzetek, mert változó a létszám, attól függően, hogy az évnek melyik szakában vagyunk, ugye. Úgyhogy erre várunk mindenkit nagy szeretettel, és csatlakozzatok a Star Wars Armada Magyarország csoportba. Nem tudjátok eltéveszteni, egy csillagromboló van a parlament fölött. A játékkal való ismerkedésre nagyszerű lehetőség a korábban említett kezdőnap, illetve videók megtekintése. A következő videómból például kiderül, mit tartalmaz a Corset alapcsomag. Emellett pedig nézelődhettek egy remek webes flottaépítő oldalon, a linket megtaláljátok a videó leírásában. Itt megismerkedhettek a játék által használt hajókkal, vadászokkal, fejlesztéskártyákkal. Egyébként a játék egyik legizgalmasabb része a flottaépítés. Most építek gyorsan egy birodalmi flottát egy 200 pontos játékhoz. A játék mechanikai részleteiben nem megyek bele. Először kiválasztom a Victory 2 osztályú csillagrombolót, ami egy 85 pontos hajó. Majd hozzárendelek egy admirálist, illetve egy turbolézer fejlesztést, illetve egy ionágyú képességet. A flottámban két hajó lesz, ezért kiválasztok egy gozanti flottillát, amire ráhelyezek egy támogató fejlesztéskártyát, illetve egy egyedi hajókártyát. Mivel egy 200 pontos játékra készülök elő, ezért a vadászokra ennek legfeljebb harmadát, azaz 66 pontot költhetek. Először kiválasztok egy unique vadászt, ami egyedi képességekkel is rendelkezik, illetve a flottámhoz adok egy szintén unique TIE Bomber Squadront és egy TIE Fighter Squadront, és így pontosan kitöltöttem a 200 pontot. Ez a játék nagy tanulási befektetést is igényel, rengeteg kártyával, sokféle hajóval dolgozik, és minél jobban ismered őket, annál kevésbé érhetnek meglepetések egy-egy játék során. A játék magyarul nem jelent meg, így angolul, esetleg németül kell értelmeznünk a leírásokat. A játék alapmechanizmusa nem bonyolult, de a kártyák egymásra hatásának fejben tartása figyelmet és jó memóriát igényel, különösen, ha játékos társunk kártyáit is szeretnénk ismerni és észben tartani, illetve szükségünk lesz egy kis kézügyességre is, és a szemmértékünk fejlesztésére is, ugyanis játékról játékra igyekszünk a minél pontosabb hajó és vadász lehelyezésre, áthelyezésre, ami eleinte kicsit nehézkesen, ügyetlenül is történhet. A nagy befektetés viszont hatalmas játékélményt nyújt, és egy hatalmas univerzum tárul elénk, amiben rengeteget tudunk tanulni és fejlődni, és persze jól szórakozni. A játék alkatrészei támogatják a gördülékeny adminisztrációt, ami segíti a könnyű áttekinthetőséget. Érdekesség még, hogy ahogy látjátok, a játékosok leginkább állva játsszák a játékot, ami a társas játékoknál nem annyira megszokott dolog. Természetesen ülve is játszható, de bizonyos manővereknél, illetve a játéktér mérete miatt elkerülhetetlen, hogy az asztal körül jobbra-balra mászkáljunk. Én például félig ülve, félig állva szoktam ezt a játékot játszani. Ez a hatalmas méret egyébként 3x6 láb, vagyis nagyjából 91,5x183 cm. Ha szereted a wargame-eket, a Star Wars univerzumát, esetleg a kedvenceid közt szerepel a Star Wars lázadás, akkor érdemes lehet próbát tenni ezzel a remek, gyönyörű asztalképpel rendelkező terepasztalos wargame-mel, amit kipróbálhattok akár a kezdőnapon is. Ha érdekel a játék alapkészlete, azaz a Corset, tarts velem a következő videómban! Sziasztok!